Srácok, kibírja tovább egy dobozba zárva. Oh, mi van, hülye barmok? Oh, valaki vegye le rólam! Megalázod mindenki előtt, érted? Mert egyes nyíltam. Kibírja tovább egy dobozba zárva, srácok. Ez lesz ma. Jó, majd benne vár. Benne. Össze zárva vagyunk ebbe a konténerbe, ebbe a dobozba. És ha bármi baj lenne, mindenki a saját felelősségére dolgozik ma. Ha bármi harapni fog, és bármilyen sérülés esetleg keletkezne, akkor már megérte rákattintani. Na még egyszer, kicsit teker vissza mondani valamit. Nem mondok semmit, mindenki mondja el a félelmét. Én a legjobban a pókoktól félek. Nekem a legnagyobb félelmem a retro diszkó zenék. Hát én attól félek a legjobban, hogy egy egyedül halok meg. Nem tudom. Hol vagy? Itt vagyunk, Torki. Kösz, srácok. Én attól félek. Nem félek semmitől. Nekem a legnagyobb félelem a lányok. A legnagyobb félelem anyukám. Amikor ír, akkor nagyon remekben nézem meg, amit ír. De amúgy a kígyóktól is félek, a pogoktól, a kutyáktól is szoktam valamikor, ha nagyok, ha kicsik, akkor zevesek, akkor is. Hát... Buliktól nem félsz? Attól nem, azt szeretem. A gyíkoktól is félek, a sárkányoktól. A few hours later. A bohócok. Oké, elég lesz, jó, ezt megmondjuk. Amit Krisztel elmondott, attól az összestől. De a legjobban attól, hogy nem kellek fel, valam, de felkelek. Én szerintem, fiúk, lányok, nekik kezdhetünk a mai kihívásainknak. És akkor nézzük meg, hogy ki bírja tovább egy dobozba bezárva. Szép volt! Sziasztok! Szia! Ki bírja tovább a dobozban? Ez lesz a nulladik feladat. Most írja rá mindenki annak a nevét, akit ki akarja, hogy szavazzon, hogy véget érjen neki a játék. De még titokba kéne! Ki mit csinált velem az elmúlt időkben? Én is ezzel gondolkozok, de talán megvonk itt. Amúgy nem. Kamilla, egy szavazat. Eddig. Kamilla, még egy szavazat. Bali, felkiáltójá. Balázs, kiírva, kettő szavazat. Ne csináljátok már, én. Balázs, három szavazat! Balázs, három szavazat! Krisztu, egy! És... Balázs 4. Na, hát köszönöm, hogy eljöhettem, fiúk, lányok. Tehát a Balázs 4 szavazatot kapott, azt szeretnétek, hogy ő menjen ki először. Van egy kis csavar viszont ebben a nulladik játékban. Akit szeretetek volna, hogy kimenjen, az kap most egy védettséget. BOOM! Mi van, hülye barmok? BOOM! Bármikor, bármelyik feladatban felhasználható, de... De? Mi az, hogy de? De. Fejezz el, mondod, légy szíves! Nem mereg! Kapd össze meg a Csuszánszki! Mi van veled? Ezt tanították a kiképzésen? Mondd már meg! Engedjetek ki! Ez az, eszünk! Én nem vagyok éhes! Meghoztam a vacsorát. Ez az első feladat. Mindenkinek el kell tenni a kezét a szivacskézre. Taki, köszi. Balázs, akarsz élni a mentességeddel? Nem. Tehát aki leveszi a kezét, az kiesett. Tiszta? Biztos! Taki nem bírta! Kamilla, mi van? Zoli, kérdezz! Ne! Zoli, ne lehet a kezed! De nem! Itt van nálam az összes! De miért van az ujjamon? Miért jössz az ujjamra és a faszomra? Mondd már meg, hogy miért! Miért kell? Miért itt vagytok? Én vagyok a legbüdösebb itt, vagy mi a fasz van? Menj a rend! Én gondolom, hogy megkisztulsz! Kérlek szépen, ne csináljátok már ezt! Menj! Ügyesek voltatok, sajnos ketten búcsút intettek, úgyhogy az első feladat ezen a véget ért. Levetjük! Nyertem!
van rólam! Valaki szedje meg! Mászik fel, mászik fel rád! Na hát látszik akkor, ki a gyenge, ki is estek. Ki is, ki esett ki? Taki, meg Marci. Hát most vagyok olyan ideges, hogy én ezt úgy kiütném, geci. Te leütöd, én ráugrok! Van egy jó hírem, van-e neked megkegyelmezek, te maradhatsz. Mert csak az esett ki, aki először állt fel, úgyhogy Taki, bocsi, kérlek, ülj le majd a kispadról, a sarokba. Titeket pedig arra kérlek, hogy ezt az asztalt pakoljátok ki a szélére. Jön a következő feladat, amit már is ismertetek. És a maradék hatotokat megkérlek, hogy két csapatba tömörüljetek. Egyes és jövök hozzá! Most pedig focizni fogunk. Ide indul, 2 perc. Aki a több gólt rúgja, az nyert. Szerintem is olyan volt, mint egy elromlott csocsó. Úgyhogy az lesz, hogy 0-0, a félpályáról ki tudjak belőni a kapuba. Szóval a félpálya? Félpálya! Én nem is múlnék a helyedbe! Hány edő, Mr. Sok? A győztes csapat jutalma meg kell küzdeni, azaz be kell zabálni a bemaradásért. 1 percetek van arra, hogy minél többet tömj a szádba. Nem szabad lenyelni, a szádba kell, hogy legyen, mint egy hörcsög, úgy fogtok kinézni. Nagyon csini lesz. Akinek a legkevesebb van a szájába, az kimegy a dobozból. Stop! Oké. Okay. Jó, jó. Jó, jó. Hány jó? 2. Krisztus, még fél oda. 3. Ó, oh, hát ezt nézzük már. Mennyi van bent, anyu? 3. Krisztus, foglalok egy helyet itt mellettem. 7. Még egyet. 14. 13. Még akarsz berakni? Neki már 13. Neked meg 8. 14. Most ez a 9. Szerintem kérdés, még egyet. Még egyet, muszáj lesz. Meg fog fullanni. Jézussal. Pont most van vége. Enyusz, szerintem te nyertél. Azt a rohadt! Enyusz 15, hogy fél bele a szádba, ember? Tesó. Nem tudom, de 2-t megeszek. Ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gratulálok a legnagyobb szájnak. Köszönöm, hogy az érjük. Kiestél, sajnos kérlek, foglalj helyet. Valahogy úgy, nem tudom. Összenyom. És így pussolod. Na, várjam! Csatornítsen! Engedjetek ki innen! Ó, de jó. Jaj! Rajzolni kell. Ez még a könnyebbik. Na, most sem vagyok jó. Mit szeretnétek rajzolni? Hát egy kígyót? Egy kertet. Egy házat, egy kertet. Mi végezzel az alábbi műveletet, és te tudnád ezt! Matek feladatot fogunk megoldani, ez egy 8-os matek példa. Én nem tudom. Valaki nemrég volt 8-os. Élsz a védettséggel? Hogy nem akarsz ebben részt venni, igen, vagy én nem? Én nem veszek ebben részt, sajnálom, srácok. Inkább vegyem meg egy kígyó kajakra, inkább vegyem meg egy kígyó, mint hogy egy matek feladatot bukják el, azt egy egész világ nevesen rajtam. Köszi! Balázs most azt mondta, él a védettséggel, nem kíván részt venni. Nem. Értettük? Nem. Azt a kendőt viszont ad valakinek oda, aki védett lesz. Ki egyesével haladunk, ki milyen szépet mond rólam. Hallod Balázs, nagyon-nagyon jó a hajad most. Annyira tetszik. Tudod, hogy ki volt itt Balázs mindig neked? Úgy csináljad. Légy szíves. Balázs, tudod, hogy annyira régóta nem ismerjük egymást, de amikor felhívtál, én mindig ott voltam, és amikor megkérdezted, hogy mit csinálsz szépen, mindig mondtam, hogy ülök. Most nekem kell mondani valamit. Ó, ez tetszett. Kamillának adom. Most, hogy a Balázs testvéri szeretetből odaadta a kisfugának, Kamilla, te védve vagy, úgyhogy ha rosszul teljesítesz, nem fogsz kiesni. Viszont Balázs, neked van egy nagyon jó hírem. Vagy 1 liter tejet meg kell innod,
vagy egy üveg uborkát megenni? Én a tejet fogom megenni. Balázs, be fogsz uborkát. Én ezt egybe lehúzom. Balázs! Balázs! És meg meg! Szép volt! 2 percetek van! Start! Kész vagyok. Hagyjál! Megoldottad! Ez egy 8. feladat? Hát ez még kínozzák ezeket a szegény gyerekeket? Sárcok! Még van egy perc valószínűleg? Nincs! Letelt a kép! Írd le! Csalás! Kérném szépen a dolgozatokat! Nekem könnyű! Mert ez a megoldás. Tudtam, össze kell valószínűleg szorozni is. Én azt hittem, csak össze kell a vizét. Ami biztos, hogy a Kamilla bennmaradt, ugye? És ha megnézzük ezt a 3 csodálatos dolgozatot, igazából egyik sem jó természetesen, az esik ki, aki a legmesszebb van. De mind a 3 olyan messze vagytok, mint Makó Jeruzsálemtől. És én, mint játékmester, én a Tóth Benedek 2. B-osztályos hallgatónak mondom, hogy kiesett, ugyanis ő annyit írt, hogy 16 az X a 0-on, többiek legalább valamit oda befögtek. Sajnálom számodra, véget ért ez a játék. Kérlek, fáradj oda a többiek mellé. Szép voltam. Tudod, hogy érzem most magam? Úgy, mint amikor a 2. a matek talán mindenkit megalázott, mindenki előtt, érted? Mert egyes írtam. Visszahozod a traumáimat! Én is úgy osztom most, meg akkor is! A kurva anyád! 4-en maradtatok, készüljetek, jön a következő feladat. Ennyi! Ennyi! 4. feladat következik, srácok. Kezeteket ráteszitek a szivacskézre. Ebben a játékban, mint az elején, aki felemeli a kezét, kiesik, viszont Kamilla, te a védettségeddel akarsz élni. Nem osztam fel. Úristen! Nem tudom, Vici? Úristen! Úristen! Nem csinálom. Most vége? Jézus, nem vége. Húzz vissza ezt a szint. Nem, Vici, nem csinálom, de semmi. Kamilla, szívasz vele! Kamilla, szívasz vele! Úristen! Carlos a tímom! Kamilla, Kamilla! Úristen, nekem úgy van a kezem, hogy mindig! Nagyon pirat vagy, nem? Ez az, ami egy úszú. Srácok, egyébként ezt már csak önszolgalomból csináltuk, mert csak egy kieső lehet. Húli csikis! Egy úsz mérja? Rossz szemre számítani. Az eszély mindig itt van a kezemben és nem mozdul, nagyon félelmetes így. Az arcomra rak! Húli, ez itt van! De ugyanilyen szőrös van, nem Balázs? Hárman maradtatok, jön a következő feladat. Addig is sziasztok a pókokkal. Édes, drága jó Istenem! Halló, srácok! Kisorsoljuk, hogy ki lesz ez. Mondj egy számot, Balázs, léci. 1.264.666. Egy számot? 27. Balázs, te mondtad a magasabbat, te nyerted meg. De még mennyivel? Kérlek, vedd föl, ugyanis a következő feladat az lesz. Fekvőtámasz kifulladásig. Kamilla, mielőtt döntenél a védettségedről, nálad 2-esével számít 1. Mivel lány vagy, ezért nálad duplán számoljuk a fekvőtámaszt. Ennek fényében élsz-e a védettséggel, azaz, ha akarod, nem veszel részt ebben a játékban. Búú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 ú
kurvus, kinek adod át? Enyusznak? Oké, faszom, hogy most kiesek. Kamilla, te vagy Uborka. Uborkát szeretnék, köszönöm. Kamilla, amelőtt azt hinnéd, hogy délutáni nasizáson vagyunk, 2 perccel rendelkezésedre, mint ahogy a Balázsnál is időkeretes volt a tej. És ha nem sikerül, akkor mit csinálom? Akkor kiestél. Annyit segítek neked, hogy a kiesők közül egyet választhatsz, aki segít. Ez itt állás nélkül! Egyből! Humor kevésből, hogy világbajnok vagyok, csak hozzáteszem. A Diák Olimpián második lettem. 17, 16, 15, és Kamilla bennmarad. Mi van veled? Rosszabb, mint én. Le is kell nyerni! Srácok, akkor fekvő támasz. 3, 2, 1, leginkább a földön. Sok siker! Ez a koronitás? Lágos, 1, lett, fel, 2, lett, fel, 3. Mennyit bírtál volna még? Még vagy háromszor ennyit. Muszáj volt közben megmutatni, hogy szabályosan hogy kell csinálni, mert nagyon szabályosan. Sajnos, ennyit kérlek, székedől ülj le. A döntőben Balázs és Kamilla. Döntőben vagyunk. Júj. Sziasztok! Ó, mozog, Gec. Mikulás bácsi megjött. Olyan fogok oda menni. Kérlek, foglaljatok helyet egymással szembe, léci. Kamilla, átadom a széket, mert én nem ülök. Sziasztok! Ketten maradtatok. Ez mi lehet? Háttérben a szurkolótábor. Igen, szurkolótábor. Aki felemeli a kezét, az sajnos kiesett a játékból. Általatok már ismert és imádott állatka van benne. Nem ismerjük még? Úristen, hogy mozog ember? Nem, ezt nem fogom kibírni. Aki felemeli a kezét, kiesett. Addig felemeltem a kezem! Kamilla? Ne. Kamilla, gép vagy! Ne. Kérlek szépen, de nem áll! Úristen! De nem áll! Ez nagyon mérges. Mi az, hogy morog? Hát de Bobi valamit csinál. Kamilla, kérlek, gyere. Most, ha megszólalna We Are The Champion, gratulálok. Egyébként tök ügyes volt mindenki, de hát Kamilla volt a legjobb, úgyhogy gratulálok. Ő nyert. Szép volt. Kamilla, le a kalappal azért, tudod, hogyha uborka idő van, akkor tudod, hogy... Köszönöm. Gyere ide mellénk, Atikám, vagy ha már így végig szopattál minket, gyere ide megink. Te. Köszönjük, tesókáim, hogy itt voltatok a videóban. Köszönjük, hogy itt voltatok, nagyon ősek voltatok, láttassod nektek. Úgy volt, hogy nem tudom. Megint én nyertem nyilván, mert a legjobb vagyok. Bye-bye! Gyertek, ez egy buzik! Hogy megjegyes a buszpart? Kóra, Máne!